Köszönöm kedves nézőinket az örvendetesen feldúsult tartalmú kultúrtópar című műsorunkban. Azt történt ugyanis, hogy a hétvégén ismét pezsegni fog hévíz, ezúttal egy olyan műfajban, amivel talán kevesebbet találkoztunk itt a városban, de lehet, hogy a hétvége után egyre gyakrabban lesz részünk abban az élményben, amit egy folkfesztivál jelenthet, hiszen Tündér Rózsa címmel folkfesztivált rendez hévízen a turisztikai szakemberek egyesült csapata. Köszöntöm és tisztelettel a stúdióban Miklós Beatrix, a Hévízi Turisztikai Egyesület elnökét, és Tarjányi Sándor táncpedagógust, néptánc oktatót, nem mellesleg a Gyenesi Néptánc Együttes vezetőjét, az esemény egyik főszervezőjét. Be a kérdezzem meg, milyen hagyománya van Hévízen a néptáncnak, van-e? Nagyon érdekes a kérdés, igen, van. A Hévízi Általános Iskolában évtizedek óta folyik a táncpedagógusoknak a néptánc oktatása, és a, a néptánc oktatással együtt egy különleges mozgásformával gazdagítjuk a, a fiatal gyermekeknek a, a kultúrához való viszonyát. Azt látszik, hogy nagyon nagy az érdeklődés ez, ez iránt a néptánc oktatás iránt, és nem mellesleg, ugye a program első napján, pénteken, amikor is a gyermekeket látjuk vendégül, a hévízi együttes is fellép majd. mennyire lehet ezt tovább fejleszteni, ezt az érdeklődést, mert nem akarok prejudikálni, vagy, vagy bármiféle elmarasztaló véleményt megfogalmazni, de mintha a felnőtt korban elvészne ez az érdeklődés, kevésen ép táncos, vagy nem? Én azt gondolom, hogy nem kevés, nagyon sok a fiatal. Most, hogy jártuk az országot, és jó néhány helyen megnéztük azért, hogy milyenek ezek a néptáncgálák, nagyon-nagyon sok fiatal együttessel találkoztunk. Sok olyan meghívást kaptunk, kapunk most is, ahol, ahol a fiatalok lépnek fel, és azt gondolom, hogy ha őket be tudjuk mutatni, Márpedig ez a két nap erről fog szólni, akkor egyre inkább, egyre nagyobb lesz az érdeklődés majd a műfaj iránt. Örvendetesen tévedtem, mi hozta létre tulajdonképpen ezt a hétvégét, milyen szándék, milyen elszállás, vagy milyen lehetőség. Arra gondoltunk, hogy egy picit ennek a műfajnak az ősz a a témája. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez a néptánc ez nagyon szorosan összefügg az őszi ünnepkörökkel. Sok esetben azért arra gondolunk, hogy egy, egy születi fesztivál szerintem néptáncosok nélkül elengedhetetlen, és ennek volt, volt egy ilyen típusú elképzelésünk, hogy, hogy akkor ősszel mindig egy ilyen néptánc találkozó legyen, reményeink szerint a következő években is, és ezt majd tovább fűzzük, tovább fejlesztjük ebben az irányba első alkalommal megrendezni egy táncfesztivált ö, egy városban, azt gondolom, hogy kifejezetten nagy felelősség, és nagy felelősség és nagy feladat egy olyan közegben, amikor az egyszeri ö, polgár úgy gondolkodik a néptáncról, hogy hát ez a csárdás, aztán slussz. Hát ö, így van. Nyilván hagyományteremtő módon szeretnénk ezt megrendezni, és hát bemutatni, hogy mennyire sokszínű a magyar néptánc. Mondhatnánk azt is, hogy ahány falu annyi féle, és nem merül ki a csárdásba, természetesen. Vannak férfiaknak való táncok, amiket a nők szeretnek nézni, és nyilván vannak nőknek való táncok, amiket a férfiak szeretnek nézni, bár ugye a magyar néptáncban a dominancia az a férfin van, ő, őt helyezte előre a mi kultúránk. A lányoknak is vannak külön kis táncai, karikázók például, vagy ugrósokba szoktak akár párba is táncolni a lányok, de a lányoknak ugye nincsen különösebb szükségük látványosságra, mert amúgy maguk a hölgyek látványosak, a férfiaknak jobban oda kell, én úgy gondolom, tenni magukat tánc közben, hogy, hogy a tömegből úgymond kiemelkedjenek. Felmérhetetlenül gazdag a magyar néptánc kincs. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy kis túlzással a település, annyi lépésforma, annyi néptáncforma. Milyen alapon válogat ezek közül például a Gyenes Tánc Együttes? Hát szeretnénk bemutatni minél széles körülben a magyar néptáncokat, úgyhogy a három dialektus területről válogatunk, hogy Erdélyből, mint a Tisza vidékéről illetve a Dunántúrról, nyilván kisebb pátriánk zala táncait is szeretnénk minél jobban bemutatni a nézőknek. De hát az embereknek, maguknak, a táncosoknak is megvannak azok a táncok, amiket nagyon szeretnek táncolni. Ilyen például, amit ugye többnyire leg, legtöbbet szoktak játszani táncházakban, a mezőségi táncok, vagy a kalutaszegi táncok. Ezeket tartja a, a szakma talán, lehet ezt mondani, a, a csúcsnak, a, a magyar néptáncok csúcsának, főleg itt a férfi táncokat, de a pár, páros táncokat is és minden mellett, aki szeretné, az meg is tudja tanulni természetesen. Hívunk és várunk egyébként olyan nézőket, akik esetleg akár a gyermeket irányítják abba az irányba, hogy tanuljon néptáncot. Ezt a fantasztikus gazdagságot nyilván két nap alatt nem lehet megjeleníteni, de kik lesznek a fellépők? A fellépők a Gyenes Táncegyüttes, Néptáncegyüttes mellett még a Tördemisztáncegyüttes, a Tüskevár táncegyüttes Sármellékről, a Nagyváti táncegyüttes Keszthelyről. Hmm. Még van egy. Volt és még. lesz egy igazán nagy ágyunk is, egy vendég. Igen, aki. így örökös van, Fodor, arany -sarkantyús, örökös aranysarkantyús, és a felszállott a páva 2017-es győztese, Fodor Mátyás is részt vesz ezen a műsoron. A táncról beszéltünk eddig, a program azonban nem merül ki a táncokban, hiszen számos olyan rendezvény köríti majd a jókedvű táncolást, ami úgy gondolom, hogy igazán közönségvonzó a táncon kívül is. A táncon kívül megvalósult egy nagyon régóta dédelgetett álom. Igazából Vendégül láthatjuk a Göcsei múzeum, illetve párhuzamosan vele a Georgikon Major Múzeumnak a, a muzeológusait, illetve múzeumpedagógusait, akik gyermekjátszót hoznak egy hatalmas nagy fajátékparkot fognak felépíteni, azután különböző népi mesterségeket fognak bemutatni nekünk. Ö, nem beszélve arról, hogy. Ugye az esemény terv szerint a Rákóczi utcában van, tehát itt még kitelepülőket is fogadtunk, ilyen, hogy bábukat készítenek majd, amiben a gyerekek beszállhatnak, aztán korongozni fognak, szintén a gyerekek is részt vehetnek benne, valamint lesz még egy kis borkostoló is, így az ősztimitálva, és jó lesz, hogyha a vendégek belakják ezt majd, mert ez fontos, hogy, hogy mindenben vegyenek részt, minden játékban, minden olyan, olyan programelemben, ami arra inspirálja az embert, hogy megismerje nem csak a néptáncot, hanem a népművészetet, a népi művészeteket is. Mondhatom el azt, hogy ez a hétvége ez egy pici visszakanyarodás lesz a, a, a hagyományainkhoz, az eredetünkhöz, már ami a népi szórahozást illeti. Igen, ez egy picit más lesz, mint az összes többi hétvégénk. Arra gondolunk ebben, hogy, hogy akár amikor a színpadon majd egy viselettörténeti bemutatót látunk, akkor akkor csodálkozzunk rá, nézzük meg, számoljuk meg, hogy hány alsó szoknya volt egy lányon. Tehát ezek olyan érdekességek, amik szerintem fiatalnak ö, ö, tudást fog majd adni, és ezzel egy picit építjük a kultúrát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, emlékeztetőül még a nézőknek elmondanám, hogy mindkét napon, tehát pénteken is, és szombaton is negyed négykor, délután negyed négykor látványos felvonulással kezdődnek majd a programok. Pénteken a gyermektáncosok vonulnak fel, szombaton pedig a felnőtt táncosok, és onnantól kezdve egészen estig a néptánc uralja el városát belvárosát legyenek részesei.